Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban megnézzünk egy cselt, hogy működik-e. Ez a kocsi kerti, ilyen fúrott kútból van mosva rendszeresen, és van rajta egy ilyen fátyolos réteg. És hallottam olyan tippet, bár még nem próbáltam, hogy elvileg röprosda oldónak le kellene hoznia ezt a fátyolos réteget róla. Amit tutira tudok, hogy működik, ugye az a polírpaszta szépen lehozza, de meglátjuk, hogy működik-e a röprosda oldó is. Úgyhogy csapassuk! Még mielőtt nekiállunk, csak mondom, biztos inkább megemlítem, hogy ez a kocsi most már kétszer volt előmosva, valamint kapott egy érintéses mosást is. Tehát ezután látszik ez a fátyolos réteg. Annyi volt cseles csak a történet, hogy ugye fehér kocsin vagy világos kocsin jobban előjönne maga a röprosda oldó, hogy most éppen mi jót csinál. Viszont azon nem látszana ennyire ez a szürkés ilyen fátyol a járművön. Hát megmondom frankon, hogy én olyan nagyon nagy különbséget nem látok. Látok egy-két foltot, ahol tényleg hozott le belőle, de úgy összességében satszper kávé ugyanúgy fent van ez a fátyolos réteg. Úgyhogy, hát, polírpaszta. Móka kedvéért nézzük is meg gyorsan egy ilyen. Hát ez most nem egy finish paszta lesz, ez most éppen egy hard cut, de kézzel fogom applikálni. Na hát remélem, hogy vissza fogja adni a videó is, vagy a kamera is. Tehát azért ég és föld a különbség. Itt most már szép ilyen feketés, itt pedig ez a fátyolos. No, fiúk, lányok, ezzel ez a videó Satzper kb. Véget is ért. Tehát a végeredmény az lett, hogy a röprosda oldó annyira nem akarta lehozni ezt a fátyolos réteget, ugye a kútvíz után, viszont a polírpaszta csak simán kézzel egy párszor gyorsan áttörölve és pikpak lehozta. Tehát nem kell itt polírgép sem ehhez. Jó, persze a karcokat nem fogja úgy kiszedni, meg mit tudom én, de ponyó. Tehát kézzel leszedni ezt a fátyolos réteget, arra tökéletes. Megyek is tovább, mert kezdi esni megint az eső, úgyhogy azért is vagyunk ilyen furcsa szögből, nem a megszokottból. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!